Sziasztok! Igaz, már rég volt karácsony, de akartam még akkor csinálni egy ilyen ajándékos videót, amiben hát bemutatom, hogy mit kaptam karácsonyra. Igazából a kamerám még mindig nincs, nem azt kaptam, úgyhogy megmutatni nem tudom, de elmesélem. Szóval tavaly karácsonyra megkaptam azt, amire már nagyon régóta vágytam, tényleg már évek óta szerettem volna, és úgyhogy nagyon örültem neki, ez egy régi vágyam volt, egy eredeti Fender léggitár. Azóta minden nap gyakorolok rajta, szép lassan haladok, még van bőven hová fejlődni, de egyszerűbb dalmokat már el tudok játszani, és gondoltam, meg is mutatnék egy ilyet, egy kis bemutató a tudásomból, úgyhogy hallgassátok szeretettel. Sziasztok! Úgy telefonom van, és még a stoppert keresem. Na, itt vagyok. Tényleg betöltöttem egy alkalmazást. Jó, úgyhogy most már van stopperem. Az első pálya a megemlékezés 2, és ezt is Zoli küldte. Van hozzá egy leírás, vagy micsoda, info. Úgyhogy azzal kezdem. Start. Na. Nem, ezt most újraindítom, mert... Na, most már megnyitotta. Oké, és most start. Szia Csabu, ez a megemlékezés pályának a folytatása, ugyanúgy, de sokat írtál, hókockák vannak eldugva a pályán most az aszfaltban, most figyeltem, hogy ki tudj onnan jönni, virágból ismét 4 van, a csapdából 3. Ha megtaláltad a virágokat, akkor vidd el őket a temetőhöz, a megjelölt sírhoz, onnan tudod, hogy csak azon van tábla. Tábla. Ne rakd kockákat, békés mód, túlélő mód, 1.7.2-ben indítsd el. Jó, akkor most... Ez azt jelenti, újra indítom Minecraftot. Pillanat. Na, itt vagyok. Igen, történet, te egy ember vagy, akinek van egy szép háza. Egy olyan negyedben laksz, ahol nincsenek házak. Egyszer hirtelen meghal a barátod, és az ő temetésére szeretnél virágokat gyűjteni. Egy kis háttérinfo, a karakterd, utálok a Kenny 26-od, utálod a kekszet. Pályakészítése 40 perc, 1.7.2, jó futás, kb. 5 másodpercen maradt. Olyan sokat írt. És kreatívba vagyok? Jó, így könnyebb lesz megtalálni. Egy olyan negyed blokkban van, nincsenek házak most. Ez mi? Hát, szerintem itt kellett volna lennem. Azt mondta, hogy azt írta, hogy álljak rá. Már rég lejárt egyébként. És úgy is sem ki. Egy virág. Ezt most kiütöm, akkor nem lesz ott. Akkor... És megoldott, hogy ki tudjak jönni? Azt írta, nem? Hát ez érdekes. Nem tudnék kijönni. Akkor nem is váltok át, hogy se tudok kijönni. Az igen! Jó. Azért leugrattam. Itt tényleg megvan oldva. Aha, egy neki kifelejtette. Oké. Okay. Gáh! Azért az izgalom meglegyen. 4 virág kellett volna. 1, 2, 3... Szerintem megvolt a 4. Temető. Ja, lehet, hogy a házamból kellett volna indulni. Hát igen, itt azt mondott el, hogy kezdőhely, játékmód. De nem baj, most megtapasztalta. Ha szerveren csináltok, ugye akkor lehet még vele gond. Mert hát akkor... tehát van a szerverben való a karakteretek, hát most szólóban nem ott fog kezdeni. Akkor indítsátok el szólóba, lépjetek ki ott úgy, ahol kell. És akkor... Ja, gyűjtsek világot. És akkor jó lesz szólóban is. Így nyugszik. Csaba Korbe élt 89-2014. Szerintem nem rólam szól, mert 2015 van, de még élek. Nem, zombi vagyok.
következő pályát Warrior King készítette, és az a címe, hogy Warrior Rune. És ez is írt egy TXT-t a pálya mellé, úgyhogy ezzel kezdjük. Leírás a blokkok tulajdonságairól. Oké. Vasblokk, magasugrás, szénblokk, vakság, szivasblokk, ímegés, restonblokk, sebzés, gyémánblokk, gyorsaság, lazuritblokk, semmi. Hát ezt most meg nem jegyeztem. Ha valahol elakadtál, öld meg magad. Kösz. Jó, gyors a pálya. Információ. Na. Információ? Komolyan? Ez kit érdekel? És még mindig olvasod az érdektelen hülyeséget? Kezd már el. Szabályok. Komolyan olvasgatni? Hát akkor minek lesz ki gombokat időhúzásnak? Megnyomsz léci? Közi. Kezdés. 3, 2, na láttam itt. Barrier van. Hú, ez nagyon ötletes, de most így elsőre sok. Mi volt a vas? Hát ezt ugye először meg kellene tanulni a blokkokat. Az is sebzés volt? Oké, a vas a magasugrás. Jaj. Oké, de egyébként túléltem. Egyikre sem merek rámenni. Az a helyzet. A vasra igen, azt meg tudom, hogy magasugrás. Oké. Jaj. Ez egyébként tök jó. Op, de már lejárt, nem tudom mikor. Belefeledkeztem a pályába. És most történt valami? Ezek is magasugrást tennek. Jóhóhó. Hol vagyunk? Aha, és arra esek rá. Oké. Ez igen, megcsináltam. Ó. Oh. Ennyi. Hát nekifutok még egyszer. Egyébként tetszik. Tetszik az... Ja, igen, visszaszámlálás. Tetszik az ötlet. De egy elsőre, hát az benne nehéz, hogy jaj, úristen, úristen. Melyik adta a gyorsítást? Jaj. Ah. Ja, hát ez megint nem lesz meg. Tehát tetszik az ötlet, csak ugye elsőre az van, hogy az ember még nem megjegyzi meg a blokkokat. Na, jól szerintem ezt kinyomom, mert úgy sem érek már rajta végig. Na, és egyre rosszabb. Oké. Okay. Jó, ez tetszett, ez pozitív volt, ötletes. Következő. A következő pályát, hát Robi küldte, Robert küldte, nem írt semmi nevet, semmi infót, csak egy linket küldött. A neve egyperces pálya, vagy egyperces paja. akkor induljunk ki, és nincs semmi infó, szóval. Start. Fuss. Jó, futok, menekülj. Fuss, menekülj. Fuss. Örökké az arcomba fog villagni. Elakadt a szavam. Ha ilyen béna vagy, hogy leesel, akkor ugorjuk a feladatot. És most jön a quiz. Na, 2-2. Jaj, de jó. Ha, hogy ezeket is számoljam ki, de ránézésre, mintha ez lenne. Erre a kérdésre már nincs tudom, menj tovább. Jó, annyira meglepett, hogy most azért lassultam le. Gomb. Vége. De még így is belefért a meglepődése együtt. Köszi, hogy elfutottál semmi elő. Köszi, hogy válaszolt értelmetlen kérdésre. Köszi, hogy kivitted a pályámat. Készítette Netherland. Na, csak kiderült, ki készítette. És meg is ölt. Fordulj már meg. Aha. Gomb. És megint meg fog ölni. Aha, jó. Ez egyébként tök ötletes volt, tehát kicsit használatot van a tömblokkot az építés, ez nem csinos volt, de nagyon ötletes. Na, ez tök jó. Kifejezetten tetszett ez utóbbi két pálya. Jaj, megászik a sörényem. A következő pályát Kukorica küldte. Azért nevetek, meg Q-val írtam. Kukorica küldte, és
Hát, ha jól értem, akkor az a címe, hogy Csabusa úgysem tudja teljesíteni. Jó, oké. Fő a pozitív hozzáállás. Start. Üdv a pályán, Csabusa. Jaj, nem merek elmenni. Miért vagy itt? Mert meg akarod tudni, miért nevezték át a Team Fortress 2-ben a vizelharcot egy liter waternek, és a testápolót miért nevezték atomübertáp sétapálcának? Ez eddig ötletes. Jaj, szabályok nincsenek. Látványos. Segítsek? Na ezt igennek veszem, menj előre. Gondolom barrier van. Jó, barrier van. És akkor most mondtam, hogy egyenesen. Oké. Okay. Hello, én vagyok a favágó. Szia, a favágó. Ki kellett volna vágnom a fát, vagy nem? Mindegy. Illetve már ki van vágva, igen. A Team Fortress 2 titkos irodája. Titkos láda. Titkos könyv. És gondolom, ennyi volt a pálya. Köszönjük, kivitted. Aha, igen, belefért végül is ez egy percbe, tehát ide értem, csak kicsit elakadt a szavam, és megint elassultam. A könyv végén megtudhatod, miért jöttél. Jaj. Jó, akkor visszavonom, nem fér bele az egy percbe. Na ide leírom, miért nevezzük át a dolgokat. Neveztünk át dolgokat. Miért ne? És én miért nem tudok olvasni? Köszi, hogy vitt... Rá, megnyomjam előbb ezt? Vége, oké. Köszi, hogy kivitted. Hová? Utóirat, ezt állat azért vetted észre, mert a favágó kivágta az előtte lévő fákat. Mi? Hát akkor pont, hogy eltakarják. Jó, mindegy. Pont, hogy betöltek elé. Na jó, mi? Mindegy. Kilátása semmibe. Készítette kukorica, ott van kúva. Egyedül. Ha sikerült egy percen belül, akkor grat. Sikerült volna, hogyha nem fagynék le folyton. Ha, egy hiba. A mai utolsó pályát gép készítette, azt is leírt, hogy kell kiejteni. Végül is köszönöm. Mondjuk az ünnevinnél még nem, de időnként vannak olyanok, amiken vakarom a fejem, hogy hogyan kéne. Azt írt, hogy lelakatolta az Easy, de nem biztos, hogy elmenti. Hát most elmondom, de biztos, hogy elmenti, mutatom, ott van. Ez a lényege a lelakatolásnak. Jó. Ja, és a pálya neve, azt még nem mondtam. Az, hogy a rossz álom. Puh. De igazából már bármi jöhet, az utóbbi három pálya az kifejezetten tetszett, úgyhogy most már nem érdekel, jöhet bármi. És akkor indítom. Ágy, slime-okon a virág. Azt ott nem érem el. Könyv. Na. Üsd, Csabusa, ez itt az egyperces kalandpálya, de nem foglalkoz semmivel. Szabályok, ne bonts blokkot, ne válts játékmódot. Ja, maradok így. Túlélőben, ha jól látom. Első feladat parkour. Na. Igen. Nem arra való, ahol az ember kapkod, hogy beleférjen az egy percbe. Hogy itt minek sprinteltem? Másik feladat quiz. Kikészít a Minecraftot? Nocs vagy? Bill Gates? Na jó. Haladjunk. Nocs eladta a Microsoftnak a Minecraftot? Igen. Bár vicces lenne, hogyha még előtte készült volna a pálya, és akkor az lenne, hogy nem. Off-fight. Indítás, ha kész vagy, fegyver. És akkor ide bezár, de jó. És tulajdonképpen, nem tudom, hogy beleférte volna, megint nem néztem az időt, nem baj, ti látjátok, meg majd én utólag. Ez csak egy rossz álom volt, folytatás következik. A kalandpályának az önkormányzat egy liter waterrel tartozik. Mi? Jó, oké, akkor továbbítom ezt a kérést az önkormányzat felé. Jó. Melyik volt a kedvenc ma, melyik volt? Hát egyébként ez a pálya, hát összeszedte az átlag feladatokat, tehát mégis oké, hogy rémálom volt, úgy belepasszolt, tehát tényleg az a rémálma az embernek, hogy az 500. ilyen pályát végigjátsza, de akkor hát azért nem ütött.
Hogy melyik tetszett a legjobban? A Wario Orhun, az is ötletes volt. Aztán, ahol mindenféle feladatok voltak. Hát az is ugyanilyen volt, csak inkább azoknak a paródiája. Vagy ilyesmi. És a TF2-snek meg a sztoria. A Wario Roomból a játékmenet, a TF2-ből meg a sztori tetszett. Ötletes volt. Szóval írjátok meg, hogy nektek melyik a kézikönyv valójában.